A mozgását rögzítő éjszakai felvétel ebben a kastélyparkban készült. A képek tanúsága szerint ősz végén valószínűleg ez alatt a kupac alatt talált menedéket. Ugye ez a nagy erős megvédi, aki oda behúzódik alá, és ezt az 5-6 fokos testfőmérsékletet ezt nagyon jól tudják akkor ott őrizni, mert jól szigeteli ez a sok tűlevél, avar, ami itt egy ilyen rözse kupac alján van. Úgyhogy itt lehetséges, hogy van telelősünk mostanában ébredezik és mászik majd elő. Amikor a hőmérséklet tartósan 10 fok alá süllyed, menedéket keres, ahol téli álomba szenderülhet. A kikelet és a 15 foknál melegebb nappali hőmérséklet azonban előcsalogatja a rejtekéből. Téli álom alatt 5-6 fokosra lehűl az egész test hőmérsékletük, de aránylag könnyen fölébredhetnek akkor is zavaró hatásokra. Így tavasszal viszont, amikor eljön a meleg, akkor végleg fölébrednek és elindulnak a rovar, és csiga kereső körútjaikra. Viszont ha ez a rőzse és gajkupac, az ugye felgyújtásra kerül, mielőtt ők ugye kijönnének alóla, akkor bennékhetnek. Márciusban a kisgazdaságokban is megkezdődnek a szántóföldi munkák. A kertrendezés azonban a tüskés családok pusztulásához is vezethet, ami kellő körültekintéssel megelőzhető. Ne ott helyben! gyújtsuk föl, ha már egyszer ezt a nagyon rossz, berögzött ugye, égetés mellett uh, döntünk, hanem mindenképp át kell halmozni uh, egy új helyre, egy olyan helyre, ahol amúgy biztonságosabban is el tudjuk tüzelni, egy, egy kijelölt tűz uh, rakóhelyre akár, uh, de mindenképp át kell rakni, és akkor így, amikor elkezdjük uh, ugye, emelgetni ezt a gajat, kiderülhet, hogy ugye van-e alatta uh, sűn. A gondoskodás az apró állatok azzal hálálják meg, hogy elpusztítják a kártevőket. A közhit szerint kedvelik az almát, noha ritkán esznek gyümölcsöt. Helyette gilisztával és csigával táplálkoznak. A védett faj természetvédelmi oltalom alatt áll, egyedenként értéke eléri a 25 ezer forintot.